Csapatok. Szomszédvári rangadót vívott a férfi OB1 középszakaszának alsóházi rájátszásában a Digi Eger és a Panergy Miskolc. Az egri találkozót az elmúlt hónapokban Miskolcról erősítő hazaiak kezdték jobban. Bilos Péter együttese az első negyed végén 3-1-re vezetett, azonban a következő 8 perces időszak végét a miskolciak uralták és 6-6-ra egyenlítettek. Az egriek nem törtek meg, a folytatásban ismét 3 gólos előnyt szereztek, amelyet még növelni is tudtak. A találkozó végén csak szépített a Miskolc, a Digi Eger végül 15-12-re győzött. A X-ig a 6-6-ig nem volt baj, hogy mentünk az eredmény után. Ott volt egy-két hiba, ami Eger tudta kihasználni. A végül már csak futunk az eredmény után, és kapunk gólokat, ami nem kéne. Megint egy tanulság, hogy a hétköznapokba kell jobban koncentrálni és odafigyelni a feladatokra. Bilos Péter gratulált csapatának a győzelemhez, és örült a megszerzett 3 pontnak. A lőtt gólokkal elégedett vagyok, a kapottakkal viszont kevésbé. Az első fél idő úgy gondolom, mind a két oldalon a védekezés jól működött. Igaz, akkor is nagyon sok helyzetet kihagytunk. Utána is nem tudtunk olyan fegyelmezetten védekezni, mint a Pécs ellen. De hát, ha minden tökéletes lenne, akkor nem kéne a hétköznapokba dolgozni. Az egriek a középszakaszban még 2 hazai mérkőzést játszanak, április 6-án az Újpestet, 13-án pedig a KS-t fogadják.